GDP növekedés várható. A hazai gazdaság fejlődését tovább élénkíthetik az uniós források. Erről Kovács Árpád, a költségvetési tanács elnöke beszélt Nyíregyházán. Népszerű a Nyíregyházi Egyetem. Az országos átlagtól jobban teljesített az intézmény a jelentkezők számát tekintve. Önálló működés. Ezentúl már hivatásos tűzoltók nélkül is riaszthatják a nagykállói önkénteseket. A megyében már ez a negyedik ilyen egyesület. A hazai gazdaság fejlődését tovább élénkíthetik az uniós források. Jövőre akár 4%-os GDP növekedés is valószínűsíthető. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Erről Kovács Árpád, a költségvetési tanács elnöke beszélt Nyíregyházán, a Magyar Közgazdasági Társaság Szabolcs-Szatmár Beregmegyei Szervezetének tisztújító közgyűlésén. Itthon kiegyensúlyozott és stabil az államháztartás, hazánk felminősítése pedig újabb befektetéseket is hozhat, hangzott el az ülésen. Nem áll rosszul Magyarország gazdasága, kezdte előadását Kovács Árpád, a költségvetési tanács elnöke Nyíregyházán a Közgazdasági Társaság rendezvényén. Az elmúlt évben 2%-os volt itthon a gazdasági növekedés, ez európai viszonylatban is jónak mondható. Továbbá 2016-ban 1,7%-os volt GDP arányosan az államháztartási hiány, az államadóság a bruttó hazai termékhez viszonyított aránya 6. éve csökken. A gazdasági növekedést hajtják ebben az évben az uniós pénzek is, mondta előadásában Kovács Árpád, aki szerint akár 1,5-2%-kal is hozzájárulhatnak a hazai GDP-hez jövőre. Ha jól összejön, akkor a 4% környéki növekedés az Magyarország számára realitás, ami egy nagyon jó szám, fölötte van az Európai Uniós növekedési átlagnak. A bevételek a múlt évben nem alakultak rosszul. Az államháztartás bevételei azok minden elképzelés fölülmúlóan pozitívan alakultak, hiszen egy viszonylag szerényebb növekedés mellett is, hát decemberben lehetőség nyílt arra, hogy egy 1000 milliárdos nagyságrendű, korábban nem tervezett forrást biztosítsunk azokra a célokra, amelyekre úgy tűnt, hogy nem jut pénz, egészségügy rendbetételére, bérekre, oktatási célokra, egyházi célokra, tehát fejlesztési célokra is. A magyar gazdaság külső sérülékenysége jelentős mértékben csökkent, Magyarország felminősítése újabb kapukat nyitott a befektetések előtt, mondta Kovács Árpád. Aki előadásában arról is beszélt, hogy az alacsony bérek visszafogták Magyarország versenyképességét, ezért szükségszerű volt a tavalyi bérfejlesztési csomag, ami az állami és a versenyszektort is érintette. Igazán csak néhány hónap múlva derülhet ki, hogy ennek milyen hatása lesz a gazdaságra nézve. A bevételek szempontjából, ahogy én tudom, az első 3 hónap, a január-februári adatot biztosan tudom, a március végi adatot még nem láttam. Ezek az adatok azt mutatják, hogy egyelőre nem tört meg a bevételeknek a dinamikája. A nagy kérdés, és erre igazán válasz június környékén lehet, majd május-június környékén mondani, hogy ez milyen kieséseket hozott az államháztartásban ez a tétel. Nem csak a minimál bér van jelen, hiszen ez egy komplex bérjellegű csomag, de úgy gondolom, hogy ezeknek a hatása, ha lesz is átmeneti kiesés, ki fog egyenlítődni. Kovács Árpád jelentős összegnek és nagy arányú támogatásnak nevezte azokat a forrásokat, amit gazdaságfejlesztésre használ fel a költségvetés. Ez a tavalyi évben 3500 milliárd forintot tett ki. A következő években a költségvetési stabilitás és a versenyképesség megőrzése miatt is kihívás lesz a termelékenység javítása, a beruházási kedv élénkítése és a szakképzett munkaerő megtartása. A világgazdasági folyamatokat elemezve az energiaárak növekedéséről beszélt, a bankrendszert törékenynek nevezte, a tartósan alacsony kamatokat pedig kockázatosnak vélte. A romló demográfiai adatok szintén kihívást jelenthetnek a munkaerőpiacon. Az országos átlagtól jobban teljesített a Nyíregyházi Egyetem, míg a felsőoktatásba jelentkezők száma 5%-kal csökkent idén, a Szabolcsi megyeszékhely intézményénél ez az érték mindössze 2,2% volt. A vezetőség szerint ez annak köszönhető, hogy a piaci igényekhez alakították az új szakok indítását. Idén összesen 106 ezer középiskolás jelentkezett közel 60 felsőoktatási intézménybe, ők 145 ezer szakot jelöltek meg. Ez a szám 5%-kal kevesebb a tavalyihoz képest, közölte a Nyíregyházi Egyetem általános rektor helyettese.
A jelentkezések számát tekintve az intézmények között az első harmadban végzett az egyetem. Az országos tendenciához viszonyítva azonban többen jelentkeztek. Itt a csökkenés mértéke mindössze 2,2% volt. De a jelentkezések arányát tekintve pozitívan változtak az adatok. Megkülönböztetünk a jelentkezők és jelentkezéseknek a száma. Tehát itt azért érdekes, mert a jelentkezés, tehát például egy hallgató úgy dönt, hogy beadja mondjuk a matematika-fizika szakra, meg beadja mondjuk matematika-kémia szakra is, és még beadja nem tudom milyen szakra. Ez azt jelenti, hogy az mindenáron hozzánk akar bejutni, és ilyen hallgatóknak a száma, aki többet is megjelent, hogy a Nyíregyházi Egyetemre jöjjön, ezért mondjuk, hogy a bizalom úgy tűnik, hogy megnőtt, ez 8%-kal nőtt, ez több mint 5000 az ilyen jelentkezéseknek a száma, és ez pontosan ellentétes az országos átlaggal, mert az országban ez lefelé ment, nálunk pedig fölfelé. Országos átlagban állami ösztöndíjas képzésre több mint 91 000, önköltségesre pedig 15 000 jelentkeztek idén. Ez a finanszírozási arány Nyíregyházán is hasonló, a hallgatók döntő része az államilag támogatott szakokat jelölte meg. A jelentkezők száma összesen 3467 volt idén, hangzott el a sajtótájékoztatón. Népszerű volt a most indított közösségszervező szak, de más intézmények kihelyezett képzései is. Most akkreditált óvodapedagógus alapképzési szak volt a legnépszerűbb, a legmagasabb jelentkezői számot tudhatjuk magunkénak, közel 300 az első helyes jelentkezések száma a Nyíregyházi Egyetemre. Ez minden meglévő eddigi szakunk létszámán, jelentkezési létszámán túlmutat. Emellett természetesen a nagy klasszikusok is itt vannak, a gazdálkodási és menedzsment, a programtervező informatikus, de hogy még visszatérjek a pedagógus képzési területre is, a csecsemő és gyermeknevelő is magas jelentkezői létszámmal jelent meg a felvi.hu oldalán, illetve a tanító alapképzési szakra is hasonlóan szép jelentkezési mutatóink vannak. A sajtótájékoztatón a hallgatói önkormányzati testület elnöke Nagy Arabella kiemelte, a diákok még módosíthatnak a sorrenden, a Nyíregyházi Egyetemen pedig nem csak az oktatás, a közösségi élet is kiemelkedően jól működik. Ezentúl már hivatásos tűzoltók nélkül is riaszthatják a nagykállói önkénteseket. A megyében már a negyedik, az országban pedig a 42. egyesület a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, amely kiérdemelte az önálló működést, közölte az országos tűzoltósági főfelügyelő. A riasztást követően legfeljebb 12 percen belül indul a csapat egy tűzeset vagy műszaki mentés esetén. Ez lényegesen kevesebb idő, mintha a nyíregyházi parancsnokságról érkeznének a tűzoltók. Ezek a nagykállói önkéntes tűzoltók ezentúl már éles helyzetben hivatásos szakemberek nélkül is kimehetnek a tűzesetek és a műszaki mentések helyszínére. Az egyesület már közel 100 éves a településen, jelenleg 18 fő alkotja a csapatot. Ez a jelenlegi csapat ez körülbelül 5 éve formálódik, és azért, mert fiatal hivatásos tűzoltók is vannak benne, azt gondolom, hogy ez adta meg hozzá azt a kellő erőt, hogy a nem hivatásos tűzoltók is fel tudták venni a ritmust. Az elmúlt 2 évben fogalmazzuk meg azokat a célokat, amit most elértünk, és azt gondolom, hogy a megyei katasztrófavédelem vezetőivel, tisztségviselőivel közös munka gyümölcse az, hogy idáig eljutottunk. Az önkéntesek szakképesítéssel, tűzoltóautóval is, más a mentésekhez szükséges eszközökkel is rendelkeznek. Eddig egy tájékoztató SMS-t kaptak, ezentúl azonban már rögtön riasztják őket. A munkájukat egy hivatásos tűzoltó is segíti mentorként. A megyében a nagykállói már a negyedik önkéntes csapat, aki kiérdemelte az önállóságot. Megyénk élen jár a katasztrófavédelem terén. Az itt élő emberek érzik annak a nemzeti ügynek a súlyát, hogy a katasztrófavédelem elhárítása, a bajok és katasztrófáknak a megelőzése, megakadályozása az mindegyikünk közös felelőssége. Az, hogy az önkormányzatok támogatják ezen kezdeményezéseket, az pedig becsülendő, de a szabolcsi ember mindig is arról volt híres, hogy volt kitartása, várta az eredményeket, és nem csak ült a babérjein, hanem mindig is cselekvőképességet mutatott. A nagykállói csapat önálló működése azért is előnyös, mert a település körülbelül 16 percnyire van a nyíregyházi tűzoltóságtól,
A helyi tűzoltók azonban a riasztástól számított, legfeljebb 12 percen belül elindulnak a helyszínekre, közölte az országos tűzoltósági főfelügyelő. Mint személyi, mint tárgyi feltételeket prezentálni kell. Ez azt jelenti, hogy megfelelő képesítéssel rendelkező tűzoltó iskolákkal rendelkező kollégáknak kell lenni, ez tűzoltás vezetői jogkört, illetve gépjármű vezetői, szivattyú kezelői, kisgépkezelői képesítéssel kell rendelkezniük, és hát emellett folyamatos készenlétet is kell. Azt nem említettem a beszédemben, de természetesen ezért ez átvállalt feladat, ezért minden hónapban 100 000 forintnyi támogatást kapnak, ez csak készenléti eszközöknek, a felszereléseknek a karbantartására és felülvizsgálatára lehet felhasználni. Az országban jelenleg összesen 600 önkéntes tűzoltóegyesület működik, ebből 42 hivatásosok nélkül is dolgozhat. Lemondás miatt időközi polgármester választást tartanak vasárnap a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Fülesden. A mintegy 500 lelkes települést eddig vezető Fidesz-KDNP-s Márton László január 1-jével nyugdíjba vonult és lemondott posztjáról. Ezért van szüksége az időközi voksolás megtartására. A település vezetői tisztségért hárman indulnak. Sipos László és Varga Tibor függetlenként, Nagy István Béla pedig a Magyar Munkáspárt színeiben vesz részt a választáson. A község lakói közül körülbelül 370-en adhatják le a szavazatukat vasárnap Fülesden egyetlen szavazókörben. Indiai sül született a Nyíregyházi állatparkban. A csöpséget hamarosan láthatják, előtte nézzük a híradó további témáit. Nyártól Kondás Elemér irányítja a kisvárdai futballcsapatot. A jelenlegi szakmai igazgató Révész Attila megnövekedett feladatai miatt feláll a kispadról. Helyét pedig a Debrecen csapatával két bajnoki címet és két magyar kupa aranyérmet szerző edző foglalja el. A fiúknál a budapesti Szent István gimnázium, a lányoknál a budai Ciszterci Szent Imre gimnázium csapata nyerte az 5.-6. korcsoportos amatőr kézilabda diákolimpia országos döntőt. Nyíregyháza négy csarnokában összesen 32 csapat lépett pályára az elmúlt hétvégén. Indiai sül született a Nyíregyházi állatparkban. A kölyök 105 napnyi vemhesség után szőrös sörtés bundával jött a világra 2 héttel ezelőtt, de most már a látogatók is szemügyre vehetik. Az állat napközben szüleivel pihen, esténként pedig igen aktív, hiszen éjszakai életmódot folytat. Fekete-fehér tüskék sokasága, ez az indiai sül, amely Ázsia távol-keleti részének és a Közel-Kelet egyik legfeltűnőbb állata. A tüskék módosult szőrszálak így a szőrhöz hasonlóan keratinból állnak és igen hatásosak támadás esetén. Ha az állat veszélyben érzi magát, tüskéit felmereszti és hangosan zörgeti. Amennyiben a veszély nem szűnik meg, akkor a sül használja is olykor 45 cm hosszú tüskéit, amelyekkel komoly sérüléseket tud okozni ellenségeinek. A Nyíregyházi állatparkban eddig 3 ivarérett állat élt, 2 héttel ezelőtt azonban sülkölyök született. Az apróság szőrös sörtékkel látta meg a napvilágot, és a tüskéi később váltak csak keményé. Körülbelül 300 grammos volt születésekor, most már 2 hetesen, akár 0,5 kilogrammot is elérhet a testtömege, és nem csak anyatejjel táplálkozik, hanem a felnőttekhez hasonlóan zöldség és gyümölcsféléket is fogyaszt. A keddi sül táplálék répa, brokkoli és káposzta volt. Egy sülnek kihívás már maga a párosodás is, és kihívás az, hogy hogyan tud anyatejjel táplálkozni. Éppen ezért az anyatermészet úgy alakította ki az ő testüket, hogy a melső területükön, a melső lábuk mellett található a csecsbimbó, így a kicsi sérülés nélkül tudja megúszni a napi táplálékbevitelt. A parkban élő 3 ivarérett állat és a kölyök éjszakai életmódot folytat, mivel látásuk nem túl jó, szaglásukra hagyatkoznak, gumók, gyökerek, lehullott gyümölcsök és bogyók után kutatnak. Mint minden rágcsálónak, ennek a fajnak is egész életében nőnek a fogai, annak érdekében, hogy rövidre koptassák, ágakat és csontokat is rágnak. A sül családot a Maszáj falu mellett nézhetik meg az érdeklődők az állatparkban. Nyártól Kondás Elemér irányítja a kisvárdai futballcsapatot. A jelenlegi szakmai igazgató Révész Attila megnövekedett feladatai miatt feláll a kispadról. Helyét pedig a Debrecen csapatával két bajnoki címet és két magyar kupa aranyérmet szerző edző foglalja el.
Hivatalossá vált, amit a kisvárdai labdarúgó szurkolók már sejtettek, Kondás Ellemér lesz a csapatedzője. A szakember már több várdai meccsen ott volt a lelátón, így kinevezése nem érte váratlanul a játékosokat sem. A jelenlegi szakmai igazgató Révész Attila marad a klubnál, de mivel feladatai, a stadionépítés és az akadémia indítása miatt jelentősen megnövekedtek, szükség volt egy tapasztalt edzőre, aki nyártól felel majd a szakmai munkáért. A jelenlegi fázisunkban sokkal fontosabb, hogy az én vágyaimat azt egy kicsit háttérbe szorítsam, és a klubot kezdjük el építeni. Sokkal fontosabb, hogy mi lesz a Kisvár a klubbal. Ezt egy személyben egyelőre nem tudom megoldani. Fontosabb az, hogy erre a feladatra egy hozzáértő embert ültessünk be a vezetőedzőszékbe, és az is nagyon fontos, hogy ezt a filozófiát azért tovább tudjuk vinni a klub életben is. Olyan épületek jönnek, amelyek megkívánják a teljes irányítást részemről. Nem tudok már most szétszakadni, nagyon sok mindent egyedül végzek, nem fér bele egyszerűen lehetetlen, és nem akarom, hogy a későbbi során az eredményességre is hason. Az 53 éves edző 2011 és 2016 között 162 bajnoki meccsen jutott a Debrecen kispadján. Ez alatt az idő alatt két bajnoki címet szerzett és két magyar kupát nyert a csapat. A szakember tervei szerint új állomás helyén is a támadó futballt részesíti majd előnyben. Mi igazából egyforma a filozófiánk, mert én is a játszócsapatot szeretnék látni a Kisvárdából, és nyilván támadó futball, de ahhoz, hogy a csapat nyerni tudjon, ahhoz támadni kell. Úgyhogy ebben szerintem nem fog változni. Nyilván ugye Attila mondta, hogy a pályatalaj az jobb lesz, mert most én is sajnálom a játékosokat, mert nem tudják azt a játékot játszani, amit egyébként tudnának. Ugye bebizonyították a Felcsút ellen is, Puskás Akadémia ellen, hogy tudnak nagyon jól futballozni, amennyiben a pálya minősége az megfelelő. Úgyhogy nyilván én is arra fogok törekedni, hogy támadó futballt játszunk, játszó futballt játszunk, látványos futballt szeretnénk, és természetesen legfontosabb az, hogy eredményes futballt. Kondás Elemér június 15-én áll munkába Kisvárdán. Mint elmondta, nem kizárt, hogy már NB1-es csapat kispadjára ülhet le, de amennyiben nem jut fel a Kisvárda, a következő bajnokságban az ő irányításával ismét megcélozzák az élvonalat. A fiúknál a budapesti Szent István gimnázium, a lányoknál a budai Ciszterci Szent Imre gimnázium csapata nyerte az 5.-6. korcsoportos amatőr kézilabda diákolimpia országos döntőt. Nyíregyháza négy csarnokában összesen 32 csapat lépett pályára az elmúlt hétvégén. A februári összevont labdajátékok döntő után újabb országos döntőt rendezett Nyíregyházán a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület. Az amatőr, azaz nem igazolt kézilabdázókat felvonultató csapatok a megyeszékhely négy iskolájának csarnokában játszották meccseiket. A fiúknál és a lányoknál egyaránt 16 együttes lépett pályára. A játékosok az érmek mellett plusz felvételi pontokért is harcoltak, mivel a diák olimpiai döntő egyben tanulmányi verseny is. Sosem könnyű azt hiszem összehangolni a tanulást és a sportolást, de jó példák mindig vannak, és azt gondolom, hogy azok, akik részt vesznek ezen az országos tanulmányi versenyen, minden motivációt megkapnak, nyilván a szüleik részéről is és az iskolák részéről is, hogy részt vegyenek ezeken a versenyeken. Mi az MDS, a Magyar Diáksport Szövetség részéről azt tudjuk ezt hozzátenni, hogy ő számukra, akik most már itt az 5-6-os korcsoportban mérettetnek meg, nagyon közel van az a 10 felvételi többletpont, amit egy országos döntőn elért egy 3 helyezés biztosít. Bár megyebeli csapat ezúttal nem szerzett érmet, a Diáksport és Szabadidő Egyesület elnöke elégedett volt az eredményekkel és a szervezéssel. Nagyon pozitív a kép, én úgy gondolom erről a diákolimpiai döntőről, erről az országos döntőről. Játékosokkal és vezetőedzőkkel, illetve kísérőtanárokkal, akikkel beszéltünk, mindenki nagyon elismerően nyilatkozott mind a szervezésről, mind pedig a körülményekről, és számunkra ez a legfontosabb. És persze hát örültünk volna annak is, hogyha itt a döntőben szurkoltunk a megyei csapatokért, ez most nem sikerült, hajszálon múlott, de így is nagyon szép eredményeket érnek el, hiszen az 5.-8. helyért játszik mind a három megyei csapat, ami azt hiszem, hogy a 16-16 csapatos mezőnyben egy igencsak elismerésre méltó teljesítmény, és mégiscsak az ország legjobbjairól beszélünk. A megyebeli csapatok közül a fiúknál a nyíregyházi Krúdi az 5., a Kölcsei pedig a 7. helyen végzett. A lányoknál a Fehérgyarmati Deák gimnázium együttese a 6. helyen zárt. A bajnoki címet a fiúknál a budapesti Szent István gimnázium, a lányoknál pedig a budai Ciszterci Szent Imre gimnázium csapata szerezte meg. Maga biztosan vette az első akadályt a 64.000 euró összdíjazású franciaországi salakpályás tornán Fucsovics Márton. A világranglista 162. helyén álló nyíregyházi teniszező a rangsorban 147. francia De Shepert verte 6-1-6-2-re. Fucsovics a következő fordulóban az 5. kiemelt francia Mathieu ellen lép pályára.
Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. A hazai gazdaság fejlődését tovább élénkíthetik az uniós források. Jövőre akár 4%-os GDP növekedés is valószínűsíthető. Erről Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke beszélt Nyíregyházán a Magyar Közgazdasági Társaság Szabolcs-Szatmár Bereg megyei szervezetének tisztújító közgyűlésén. Itthon kiegyensúlyozott és stabil az államháztartás, hazánk felminősítése pedig újabb befektetéseket is hozhat, hangzott el az ülésen. Az országos átlagtól jobban teljesített a Nyíregyházi Egyetem. Míg a felsőoktatásba jelentkezők száma 5%-kal csökkent idén, a Szabolcsi megyeszékhely intézményénél ez az érték mindössze 2,2% volt. A vezetőség szerint ez annak köszönhető, hogy a piaci igényekhez alakították az új szakok indítását. Ezentúl már hivatásos tűzoltók nélkül is riaszthatják a nagykállói önkénteseket. A megyében már a negyedik, az országban pedig a 42. egyesület a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei, amely kiérdemelte az önálló működést, közölte az országos tűzoltósági főfelügyelő. A riasztást követően legfeljebb 12 percen belül indul a csapat egy tűzeset vagy műszaki mentés esetén. Ez lényegesen kevesebb idő, mintha a nyíregyházi parancsnokságról érkeznének a tűzoltók. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták április 4-én kedden. Friss hírekkel természetesen holnap este is jelentkezünk, addig is híreinket megtalálják honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap a mainál felhősebb, hűvösebb időre számíthatunk. Szerda estig többnyire nagy nedvesség tartalmú, labilis, az eddigieknél hűvösebb levegő alakítja a Kárpát-medence időjárását. Gyengül a nappali felmelegedés. Az éjjel gyakran lesz erősen felhős az ég, több helyen előfordulhat záporeső, egy-egy zivatar is kialakulhat. A keleti szél időnként megélénkül, majd mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző, de a zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Reggelre általában 9 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a rövidebb napos időszakok mellett gyakran lesz erősen felhős az ég, szorványosan előfordulhat záporeső. A változó irányú szél helyenként megélénkül, délutánra 17 fokig emelkedik a hőmérséklet, hideg fronti hatás van térségünkben. Csütörtökön kezdetben sokfelé lehet számítani esőre, záporra, majd estére nyugat felől csökken a felhőzet. A sok helyütt viharossá fokozódó északnyugati széllel egyre hidegebb levegő áramlik térségünk fölé, tovább gyengül a nappali felmelegedés, péntek hajnalban pedig a szélvédett völgyekben akár talajmenti fagy is lehet, majd napközben ismét több helyen eleredhet az eső. A hétvégén, illetve a jövő hét elején napos és erősen felhős periódusok egyaránt lesznek. Számottevő csapadék nem valószínű, csak itt-ott lehet kisebb eső, zápor, és fokozatosan melegszik a levegő.